A hamburger imádó magyarok egyelőre csak a cég részvényeit vásárolhatják, a szendvicseit nem. Az önmagát 100%-ig természetes, antibiotikummentes angus tenyész marha húsából készült hamburgereivel ismertté tévő, Shake Shack árfolyamán nem igazán lendített, hogy végre Los Angelesben is boltot nyit a hálózat. A bejelentés szerint jövőre nyit a burgeres Nyugat-Hollywoodban. A trendi, New Yorki központtal rendelkező Shake Shack étteremlánc 2014-ben közel 200 helyet nyitott meg, 12-t az USA-n kívül, így nyitott Oroszországban, Törökországban és több közel-keleti országban, vagy Londonban. A legnyugatibb hamburgerezőjük Las Vegasban található, Nevada államban. A cég 2015. januárjában debütált a tőzsdén. Hangos volt tőlük a tőkepiaci sajtó, mert kapásból duplázott az árfolyam az IPO árhoz képest. 16-17 dolláron kínálták a papírt, ehhez képest 47 dolláron debütált a burgeres cég, hol máshol, mint a New Yorki parketten. Már is 1,6 milliárd dollárra értékelte a piac az egykori manhattani Madison Square Parkban tevékenykedő hotdog standos kisvállalkozást, amelyről talán az alapító Randy Garutti se gondolta volna, hogy ekkora bizniszt hoz össze. A Shake Shack New Yorkban arról volt híres, hogy a stand előtt mindig hosszú sorok kígyóztak. Ha valaki ugyanezt át szeretné élni, akkor majd most Los Angelesbe kell utaznia, ugyanis a cég pontosan ugyanerre számít, hogy a Santa Monica bulvárdon nyíló étterem előtt kígyózni fog a sor. De a befektetéssel azért óvatosan, több amerikai elemző úgy véli, a részvény alaposan túlértékelt.